napot, jó estét kívánok! Úgy tűnik, Szerbiában nem becsülik meg kellőképpen a művészek sikereit. Két alkotó képviselte országunkat az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén. De már az előkészületeknél komoly anyagi gondokkal szembesültek. Ako vi skromno tražite 8000 eura i onda vam spuste na 6, pa na 4, pa onda ne uplaćaju ništa, pa onda 3 dana pred put uplate 2000 eura, to stvarno je onako šamarčina i uvreda kakvu niste u životu imali, a zapravo ste na poziciji da budete reprezentativac i da predstavljate ovu zemlju. Ez még nagyobb szégyen, ha tudjuk, hogy a környező országok 30 ezer euróval támogatták az őket képviselő művészeket. Azonban nem csak anyagi gondjaik akadtak Miloš Tomićnak és Vladimir Péricsnek Velencében. Niko nas nije dočekao, dakle sav onaj plan gde će da nas istovari i ko će da nas pokupi je naprosto pao u vodu. Sa svim onim alatom i fotoopremom i stvarima smo išli preko onih mostova, to je baš onako bilo krasno. Ha Péricz egyedül állította volna ki műveit, a szerb pavilon teljesen másképpen nézett volna ki. A horror vakúj elnevezés ugyanis az üres tértől való félelemre utal. Ezért úgy tervezte, hogy telezsúfolja a termet az alkotásaival. A szerb pavilonon mégis két művész projektje osztozott. Miloš i ja smo drugari mnogo pre bijenala, tako da taj izbor nije uopšte ispao rđav. Iskren da budem, mi baš nešto nismo ni imali vremena da zajedno napravimo izložbu koja bi bila kao tandem. On je imao svoju produkciju, ja sam imao svoju i to je naprosto zalepljeno jedno za drugo. Nije loš spoj. A projektnek egy közös címet adtak. Semmi sincs köztünk. Tomić videoklippeket mutatott be a közönségnek, amelyekben a zenére fektette a hangsúlyt. Először a szakemberek tekinthették meg a műveiket. A megnyitón néhány francia, angol és német kurátor figyelmét is felkeltették. Péricz Mickey Mouse összeállítása pedig belopta magát az amerikai szakemberek szívébe. Muzej Bronxje direktorka izrazila želju da ta jedna instalacija sa Mickey Mouse-ima bude instalirana kod nje trajno. Nije pitala za cenu. A szakemberek utána a média képviselői következtek, és csak ezután fogadták a pavilonba a Biennale többi vendégét, vagyis a rendezvényre érkező turistákat. Iskreno, baš mi je lepo da se ponašam kao domaćini. Sad nije da ja čekam gledajući tu publiku i odmah i pitam se svidjelo, nije, zašto nije pogled ponu, mislim, ne radim to, ali tu sam i razgovaram s ljudima po ceo dan. Naravno, sad zbog budžeta, tako su nam organizovali ovi naši, da upravo kad počne taj kontakt sa publikom, onom zaista zainteresovan da pogleda to, mi smo morali da se spakujemo i da krenemo. Péricz tisztában van a kortárs művészet előnyeivel és hátrányaival egyaránt. A motivációt nem a pénzben keresi. Ja sam izabrao taj poziv ne zato da bi bio bogat, nego zato da i slavan ili šta već, nego zato što sam ja iskreno voleo da radim to što radim. Meghalt a Mafiózók című filmsorozat sztárja. James Gandolfini Rómában vakációzott, mikor rosszul lett szállodaszobájának fürdőjében. Az orvosok 40 percig küzdöttek az életéért, mint hiába. Az amerikai film csillagot 51 évesen szívroham vitt el.
James Gandolfini 1999 és 2007 között játszotta Tony Sopranót a Mafiózók című HBO sorozatban. Ezért az alakításáért 3 alkalommal is elnyerte az Emmy-díjat. 26 évi karrierje során több mint 40 filmben szerepelt. A színészettel először úgy került kapcsolatba, hogy elkísérte egyik barátját egy színész technika órára. 2 évig tanulta a szakmát egy New Yorki színházban, ahol Elvis imitátorként debütált. Filmes karrierében az áttörést a Tiszta román című film hozta meg. A Tarantino forgatókönyve alapján Tony Scott által rendezett filmben Gandolfini egy kíméletlen bérgyilkost játszott. Néhány évvel később ebből a filmből mutatott be egy jelenetet egy casting ügynöknek, aki épp a főszereplőt kereste a Mafiózók című sorozathoz. A tavalyi Ölni kíméletesen című moziban, mintha azt mutatta volna meg, hova jutott a Tiszta románc béli bérgyilkos 20 év elteltével. A Gandolfini által itt játszott Mickey a filmtörténet egyik legszánalmasabb figurája. A színész az HBO új sorozatát, a Criminal Justice-t forgatta halála előtt. Gandolfini egyébként azért volt Olaszországban nyaralni, mert a Taormina filmfesztiválon kapott volna díjat. Halálhíre mindenkit váratlanul ért. John Travolta, akivel Gandolfini jó barátságot ápolt, megfogadta, hogy mindig gondoskodni fog barátja családjáról, ahogy James is támogatta, amikor Travolta elvesztette 16 éves fiát. Gandolfinit halála után egy héttel New Yorkban temették el. A gyászszertartáson, amelyet a helyi Szent János székesegyházban tartottak, a színész családja és számos kollégája mellett rajongók százai is részt vettek. A színész emléke előtt a Broadway is tisztelgett. Egy percre elsötétült a színházak vízkivilágítása a New Yorki színházi negyedben. Gandolfini egyébként 14 éves fiával vakációzott Rómában, rajta kívül egy 8 hónapos kislány édesapja volt, aki második Debra Lynn modellel való házasságából született. Tovább bővült a dalszerző hírességek csarnoka. A világhírű Aerosmith együttes frontemberét Steven Tylert és gitárosát Joe Perryt a csarnok úgynevezett halhatatlanjai közé választották. Songs are everything to a songwriter. It's what we leave behind. I pick up my guitar, start to riff, and if I'm lucky, I undercover some truths I never knew were there. I usually wake up in the morning and do what my Rice Krispies tells me to do. I was talking to Billy Joel and, no, wait, how many of you got laid last night? No, just raise your hand, how many? See? That's why we're songwriters. A zenekar egyébként 1970-ben alakult Bostonban. Közel 4 évtizedes pályafutásuk alatt generációk sztárzenekaraira voltak hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Nirvanán át a Metallica-ig. Az Aerosmith Amerika egyik legismertebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara, amely világszerte több mint 170 millió eladott lemezzel büszkélkedhet. A rendezvényen egyébként az együttes tiszteletére a Nickelback a banda Sweet Emotion című dalát adta elő. Mick Tyler és Perry egyik legközkedveltebb dalukkal, a Walk This Way-jel léptek fel. Szokatlan marketing kísérlettel próbálkozott a Paramount. $50 prémium jegyeket árusítottak azoknak, akik még a bemutató előtt látni szerették volna Brad Pitt legújabb filmjét, a Z világháborút. Ezek a rajongók megtarthatták a 3D szemüveget, kaptak pattogatott kukoricát, üdítőt, egy posztert, és ha majd forgalmazni kezdik, DVD kiadás is jár nekik. Az ötlet úgy tűnik jól vizsgázott. Sok száz prémium jegy kelt el Amerikában. A cél az, hogy a nézők még a bemutató előtt nagy reklámot csapjanak a filmnek a közösségi oldalakon.
Lehet, hogy a részben Budapesten forgatott film alkotói éppen ennek a módszernek köszönhetik a közel 70 millió dolláros bevételű nyitást. Az év világháború ezzel az összeggel felülmúlta a szakmai várakozásokat, így nem csoda, hogy a stúdió már a folytatásról egyeztet. Well, there's so much material in the book, you know, we can only get a fraction of it into the film, and we chose to start from the beginning of the outbreak, because we hadn't seen that on film yet. And, you know, at this moment when something's going on, every country's affected by it, no one knows exactly what it is or how to deal with it. And there's a long ways to go if we choose to, we want to do so, if the people in charge want to do so. What do you think? Igaz, hogy a színész karrierének történetében ez a film hozta meg a legnagyobb bevételt a premier időszakában, de a továbbiakban már csak Pitt jelenléte miatt is még nagyobb érdeklődésre számítottak. De nem kell őt félteni, távol van még attól, hogy az anyagi csőd szélére kerüljön. Vivienne Westwood kollekcióiról maradt emlékezetes a június végén megtartott milánói férfi divathét. A fekete-fehér, szürke és barna háromnegyedes nadrágok mellett egy-egy élénk színű rövid nadrág is felbukkant a kifutón. Westwood arról ismert, hogy tradicionális viseleteket kever össze a saját jellegzetes punk stílusával. Exotikus ruhadarabokat álmodott meg, ezért indiai motívumokkal díszítette őket. A sejmes felsőkkel kiválóan kombinálta a zakókat és kardigánokat, így ellensúlyozta a komoly megjelenést, hétköznapias hatást keltve. A divattervezőt az utóbbi időben a média azzal vádolta, hogy túl drágán árulja a ruhadarabjait, mire ő a következőt mondta. Ha tetszenek a kreációim, ne vásároljanak ruhát fél évig, és akkor megengedhetik maguknak ezt a luxust. Rossz tulajdonsága minden embernek van. Nekem is, és még neked is. Bizonyos jellemvonások, egyes állítások szerint azonban csak a nőkre, míg mások kizárólag a férfiakra vonatkoznak. Mi ezzel nem teljesen értünk egyet, hiszen például időnként a férfiak is hisztisek. És vannak nők, akik igenis jól vezetnek. A következő összeállításban közismert személyeket vallatunk a témáról. Ha valaki nem tud rendet tartani a saját fejében is, az által a környezetének a fejében sem. Amikor valaki haraggal fordul egy másik, indulattal fordul egy másik ember irányába. Hogyha nem elégíti ki minden kívánságomat. Amikor a másik nem tudja meghallgatni az érveket, és rögtön támad. Hogyha valaki nem tudja tartani a megbeszélt időpontokat, vagyis nálam a pontosság az egyik ismérve az embereknek, és nagyon nem szeretem azokat, akik nem érnek oda időben a megbeszélt időpontra. A nőknél szerintem a női, hát nevezem úgy, hogy hisztéria, meg a női rafináltsága az, amit úgy változtatnék rajta. Azért, mert én legalább személy szerint én sokkal egyenesebbnek érzem magamat. Tehát, ha valami bajodan, mondd meg. Nem mondd azt, hogy semmi, mindegy. A fölényesség, hogyha valaki azt gondolja, hogy mivel férfi, a nő azt nem tudja azt a dolgot elvégezni. Szeretik a férfiak azt mondani, hogy a nők értelmetlenül és vég nélkül beszélnek, és csak magáért a beszélgetésért beszélnek, és annak nincs értelme, nincs tartalma, nincs neki bölcseleti funkciója, nincs neki edukatív jellege, ugye sokan ezt mondják. Ezzel mondjuk egyet tudok érteni én is, viszont azért hozzá szeretném tenni, hogy ugyanez jellemző a férfiakra is. Csak ők azt gondolják, hogy van értelme annak, amit beszélnek, pedig nincs igazából. A férfi számára az az idegesítő a nőben, hogy nem lehet vele logikusan végigvezetni egy gondolatmenetet, végigbeszélni valamit, mert számára a pillanati benyomások vagy épp érzések a fontosabbak. A nő számára viszont mi lehet az idegesítő? Az, hogy a férfi mindig minden a logikusan felépített piramis elvre, tehát az okozati összefüggésekre építve akar megoldani. Lánykoromban rengeteg ilyen dolog volt, ami szakító
dolgoknak is számított. Hú, hát most nem. Tehát például, hogyha valaki részegen cirkuszol. Tehát ugye az például egy ilyen szinte azonnali szakítóknak tudott számítani. Vagy hogyha valaki nem beszélt velem tisztelettel. A férfiaknál sokkal nagyobb a hiúság, mint a nőknél. Én aláírom. Bennem is van. Úgyhogy szerintem a hiúság az, ami... Meg ez a... Én jobb vagyok a többinél. Tehát ezt nem szeretem. Nőként én főleg szeretem a férfiakat. Az, amit fel tudnék hozni általános hibának, az részemről lenne hiba. Mert azt gondolom, hogy általánosítani nem lehet. Miután én férjhez mentem, akkor mindazok a tulajdonságok, amikről azt éreztem, hogy belehűlök és nem tudom elviselni. Tehát egyszerűen, tehát az ember tényleg kénytelen úgy kompromisszumot kötni, hogy hát szétcirkuszolhatom az eszemet egész életen köröztül, hogy ne maradjon az okni a szoba közepén, úgyis ott fog maradni. Tehát egy idő után az ember rájön, hogy na jó, egy évig kaptam rajta gutóütést, de életem végéig nem kéne minden nap. Hát sokkal kisebb energiabefektetés, hogyha annyira idegesít, leajulok, fölveszem és kiviszem. Tehát hiszen ez nem fog változni. Annak idején egyszer azt mondta egy bölcs öregasszony, hogy amilyen rózsát választottál és leszakajtottál, azt szagoljad. Tehát nyilván vannak harcok. Mi már elég régóta nyűjjük egymást az én párommal, plusz két gyerekkel. Tehát a harcok mindenkin változtatnak valamennyit. Nyáron semmiképp sem maradhat el a fürdőzés. Legjobb a tengersós vizében lubickolni. De akinek nem áll módjában messzebbre utazni, az mindenképp használja ki a környezeten nyújtotta lehetőségeket. Például menjenek el egy élményfürdőbe. Mi is ezt tettük. A szegedi egykori Liget fürdő helyén 2010-ben egy minőségileg új, a korábbinál nagyobb kapacitású fürdőkomplexum nyílt meg, amely minden korosztály számára nyújt valamit. Egy létesítményen belül megtalálható a gyógyulás, regenerálódás, szórakozás és a szabadidő aktív eltöltésének lehetősége. Belépő vásárlásakor minden vendégünk kap egy ilyen fürdőórát, amivel később tudja nyitni a kapukat a fürdőn belül, illetve ezzel tudja zárni az öltöző szekrényeket is, és utána ugyanez az óra nyitja a szekrényt. A 4 évszakos víziváros számos különböző részleggel rendelkezik. Pillanatnyilag a családi wellness térben helyezkedünk el. Itt találhatók élménymedencék, élményelemekkel, van egy kiúszómedencénk is, pesgőágyakkal, zuhatagokkal, illetve van kint még egy gyermekkancsoló is. Ez egy külön kialakított rész az anyukáknak és a kisbabáknak. Itt a kismama nyugodt körülmények között meg tudja etetni a gyermekét, át tudja öltöztetni és akár el is tudja altatni. Itt az üvegen keresztül akár láthatja is, ahogy alszik a kisbabája és ahogy felébred. A termálvizes medencék jótékony hatása mellett a fürdő országosan is elismert gyógyászati részleggel rendelkezik. Nemrégiben kaptuk meg az 5 csillagos minősítését, a gyógyfürdő gyógyászati részlege. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon másodikként Hajdúszoboszlói fürdő után kaptuk meg ezt a minősítést. A napfényfürdő minden olyan fizikoterápiás gyógykezeléssel rendelkezik, mint a legtöbb gyógyfürdő. Azonban ezen túlmenően is kínál kezelési lehetőségeket a rászorulóknak. Talán ami különlegesség részlegünkön az a függesztő rács terápia, amit gyógytornászok végeznek. Itt arról van szó, hogy a beteget kicsit fölemeljük a kezelőágyról, és a gravitációt kikapcsolva tudjuk a gyakorlatokat végezni. Jóval több lehetőséget ad a gyógytornásznak egy-egy beszűkült izület kimozgatására, egy fájós gerincet kezelni. Például sokkal hatékonyabban tudunk ezáltal. A gyógyászati részleg nappali rehabilitációs kórházzal is rendelkezik, melynek keretében teljes körű kezelést nyújtanak a szakemberek. A fürdő nem csupán magyarországi betegeket fogad. A környező régiókból, így Vajdaságból is sokan megfordulnak ott egy-egy kezelés miatt. 3 reumatológus szakorvosunk van, megvizsgálják a beteget a korábbi leleteiből, eredményeiből, illetve a betegvizsgálat alapján összeállítunk egy kezelési programot, ami lehet több hetes is.
úgyhogy sem a külföldi, sem a belföldi vendégek tekintetében nem szükséges beutalót hozni. A napfényfürdőben sporttevékenységre is lehetőség van, így akik az úszás mellett más testmozgást is igényelnek, kedvükre válogathatnak. Emellett a fürdő területén belül egy kifejezetten csendes, relaxációs zónát is kialakítottak. A csendes wellness részlegünk ez egy speciális relaxációs zóna, ahova 16 éven felüli vendégeinket várjuk, és ezzel biztosítjuk itt a csendet és a nyugalmat. A csendes wellness részleg mintegy 80-100 férőhelyes. Nevével ellentétben nem mindig jellemző rá a csend. Itt kerül megrendezésre minden pénteken az éjjeli fürdőzés, wellness quizzel várjuk a vendégeinket, különböző nyereményeink vannak, koktélok, és időnként itt kerülnek megrendezésre különböző partik, programok. A különféle típusú szaunák és a szolárium mellett elhaladva helyezkedik el az úgynevezett wellness páros masszázs. Private spa részlegünket párok szokták igénybe venni, a csomag tartalmaz egy páros wellness fürdőt, választás szerint egy páros wellness masszást, és utána egy pihenőt a vízágyas szobában, pezsgő és gyümölcs kíséretében. A legjobb pedig még csak most következik. Az Akapolisban összesen 13 csúszda található, ezekből 2-30 méter magas toronyból indul, ahova lifttel tudnak felmenni a vendégeink. Közülük a kék 272 méter hosszú, a sárga 223 méter hosszú, ők a leghosszabb csúszdák Közép-Európában. Ezen kívül a belső csúszdaparkban találunk még 7 csúszdát, és kint a strandon 4-et. Most a nyári Suez strandunkon vagyunk. Itt is van egy élménymedencénk csúszdákkal, illetve egy úszómedence tanmedencével, gyermekjátszótér és gyermekpancsolók. Most pedig a nyár szerelmeseinek kínálunk kreatív ötleteket. Rajtuk kívül azok is tartsanak velünk a következő percekben, akik esetleg elfelejtettek a nyaralás helyszínéről szuvenírt hozni szeretteiknek. Hogy miért? Az mindjárt kiderül. Mai adásunkban három dolgot fogunk elkészíteni. Annak ellenére, hogy ugyebár elég változékony az időjárás, és azt mondják, hogy ilyen is lesz egészen nyár végéig, mi nyári hangulatban vagyunk, és most ilyen nyárra hangolódva készítünk dolgokat, majd mindjárt megtudhatják, hogy miket. Az egyik hozzávaló a show. A másik hozzávaló a show. Hát igen, valójában ez egész showból van, plusz színes kréta por. Ez volt az enyém, ennél biztos szebb lesz majd, amit a Panni csinál, mert mindig így van. Végre megtanulta. Meg. Kiöntesz egy kis sót. Ez a rész a legjobb neki, amikor parancsolgathat. Nem, csak megmutatom, aztán én más fogok csinálni. Jó. Ez mások is. És megfogsz egy kis krétát, elkezded dörgölni. A sót. A sóba bele a krétát. Miután beleöntöttük a sót, azután már ne csináljunk vele semmit. Ne rázogassuk, mert akkor a rétegek össze fognak mosódni, és nem lesznek elkülönülve. Amíg Panni ezt csinálja, addig egy ilyen papucsot fogok elkészíteni, aminek az eredetije így nézett ki. A macska hátráltatja a munkámat. Milyen fenszik a mai kréták, mikor mi picik voltunk, akkor olyan négyszögletes volt. Ez elkészült. Látod, macska? Látod, milyen? Megcsináltuk a két kis hurkot, ezt az egyiket így átfordítjuk, és áthúzzuk rajta a másikat. Utána
a másikon áthúzzuk az egyiket. És ez így fog haladni. Jaj, Paci, csupa só lesz az asztal. Örvendek. Ez pont ide elég, úgyhogy elkötjük a végét. És amikor elkötöttük a végét, akkor le is vágjuk. Elkészült az egyik fele. Így néz ki. Vadd vagy élvezet. Ezen ugye nem volt só. Hogy még szebb legyen, gyöngyöcskéket helyezünk rá. Elkészült. A harmadik dolog, amit készíteni fogunk, kell hozzá egy képkeret minden esetre, aminek így a hátoldalát fel fogjuk feszíteni. Ezt a részt fogjuk kardokkal kidíszíteni. Az mi? Mi? Amit csinálsz, nem figyeltem oda, bocs. Na, tényleg. Hát ilyen kép. Hát ilyen kép. Amit szintén fel lehet akasztani, mondjuk a fürdőszoba falára, vagy a nappali falára. Elkészültem, ilyen lett. Elkészültem, ilyen lett. Ups, mi történt? Semmi. Azt hiszem, az asztalom bánja. Majd ezután nagy takarítás lesz, úgy látom, maradni fogsz még nálunk. Én nem így látom. Én úgy látom. A házi kedvencekről szóló rovatunk ezúttal kimaradt. Aki társaságra vágyik, örökbe fogadhat egy kis macskát. Az érdeklődők a képernyőn látható elérhetőségekre jelentkezhetnek. Ennyi fért mai adásunkba. Találkozunk egy hónap múlva. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!